Jó reggelt kívánok, 8 óra van, ez a híradó az M1-en, Székely Áron vagyok. Ma iktatják be hivatalába Súlyog Tamás köztársasági elnököt. Az államfőt február 26-án választotta meg az országgyűlés. Súlyog Tamás március 5-től tölti be az államfői tisztséget. A szentgyörgytéri ünnepség a díszzászlóai és a gróf Nádasdy Ferenc huszárosztály katonai tiszteletadásával kezdődik, majd a történelmi zászlók bevonulása és a történelmi egyházak áldása után Súlyog Tamás köztársasági elnök ünnepi beszédével zárul. A ceremóniát 14 órától élőben közvetíti az M1, a Duna és a Kossuth Rádió. Donald Trump a béke elnöke volt, tiszteletet parancsolt a világban, és ezzel megteremtette a béke feltételét. Ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök, miután Donald Trumppal tárgyalt. A volt amerikai elnök az idei elnökválasztás várható jobboldali jelöltje floridai rezidenciáján fogadta a magyar miniszterelnököt. A kormányfő úgy fogalmazott, Trump elnöksége alatt béke volt a Közel-Keleten és béke volt Ukrajnában is, és ma sem lenne háború, ha még mindig ő lenne az Egyesült Államok elnöke. A találkozót követő vacsorán Donald Trump Orbán Viktort nagyszerű, fantasztikus vezetőnek nevezte. Trump elnök úr a béke elnöke volt, tiszteletet parancsolt a világban, és ezzel megteremtette a béke feltételét. Az elnöksége alatt béke volt a Közel-Keleten, és béke volt Ukrajnában is. Ma sem lenne háború, ha még mindig ő lenne az Egyesült Államok elnöke. Egyetértettünk abban, hogy béke akkor lesz, ha lesznek a világnak olyan vezetői, akik békét akarnak. Büszke vagyok arra, hogy Magyarország ezek közül az országok közé tartozik. Abban is egyetértettünk, hogy az amerikai-magyar gazdasági kapcsolatokban még sok lehetőség van, bár a kereskedelmi forgalmunk meghaladta a 9 milliárd dollárt, itt nem akarunk megállni. Ha az elnök úr visszatér, akkor újabb lendületet fogunk adni az amerikai-magyar kereskedelmi kapcsolatoknak. Nagyon baráti és meleg fogadtatásban volt része a magyar delegációnak az Egyesült Államokban. Erről beszélt a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Orbán Balázs úgy fogalmazott, Donald Trump volt amerikai elnök saját otthonában fogadta Orbán Viktort, és ez a találkozó jól bizonyította, hogy Magyarországnak sok barátja van az amerikai Egyesült Államokban. A politikai igazgató hangsúlyozta, a legfontosabb üzenete a találkozónak az volt, hogy amíg Donald Trumpnak hívták az Amerikai Egyesült Államok elnökét, addig a világ számos pontján béke volt. Donald Trump képes volt olyan politikát folytatni, amelynek keretében béke volt a Közel-Keleten és béke volt Ukrajnában is. Amióta nem ő vezeti az Amerikai Egyesült Államokat, azóta sajnos ezeken a területeken is, ami számunkra különösen fontos, Ukrajnában rendkívül rossz a helyzet, több mint 2 éve tart a véres háború. A magyar kormány álláspontja a kezdettől fogva az, hogy minél előbb tűzszünetre, tárgyalásokra és diplomáciai megoldásra van szükség. Sajnos a liberális amerikai adminisztráció és Biden elnök ezt máshogy gondolja. Nem tartja elképzelhetetlennek NATO erők ukrajnai bevetését a lengyel külügyminiszter. Radoslav Sikorski a közösségi oldalán üdvözölte Emmanuel Macron kezdeményezését. A francia elnök csak nem 2 hete beszélt arról, hogy nem lehet kizárni NATO csapatok küldését Ukrajnába. A kijelentés óriási visszhangot váltott ki, több szövetséges ország is sietett leszögezni, hogy nem terveznek ilyet. Magyarország szerint mindent meg kell tenni a NATO és Oroszország közötti konfliktus elkerüléséért. A NATO csapatok jelenléte Ukrajnában nem elképzelhetetlen. Üdvözlöm Emmanuel Macron francia elnök kezdeményezését. Így jelentette be a lengyel külügyminiszter az X-en, hogy egyetért a francia államfővel a NATO erők esetleges ukrajnai bevetéséről. Radoslav Sikorski hozzátette, szerinte Emmanuel Macron javaslata azt jelenti, hogy idézem, Putyinnak kell félnie, ahelyett, hogy mi félnénk Putyintól. Emmanuel Macron francia államfő még a múlt héten jelentette ki, nem szabad kizárni nyugati szárazföldi csapatok Ukrajnába küldésének lehetőségét. Az elnök néhány nappal később meg is erősítette ugyanezt. Kedden pedig Prágában, miután ismét nyugati katonák Ukrajnába küldéséről beszélt, burkoltan, gyávasággal vádolta szövetségeseit. Európa fenyegetéssel áll szemben, ebben a helyzetben stratégiai áttörésre és nyíltan kimondott és felvállalt szavakra van szükség, fogalmazott Emmanuel Macron, aki hozzátette, közeledik Európában az a pillanat, amikor nem szabad gyávának lenni. A cseh elnök is hasonlóan nyilatkozott, azt mondta, új módokon kell támogatni Ukrajnát.
Támogatom, hogy új utakat keressünk, beleértve a lehetséges ukrajnai jelenlétről szóló megbeszéléseket. Számos lehetőség van, és úgy gondolom, hogy a vita már megkezdődött, mondta Petr Pavel. A francia elnök szavaira a legtöbben elutasítóan reagáltak, a német védelmi miniszter is keményen fogalmazott. Ez olyasmi, ami nem igazán segít megoldani azokat a problémákat, amelyekkel szembesülünk, amikor segítünk Ukrajnának, mondta a napokban Boris Pistorius, aki pénteken újra megszólalt és leszögezte, a vitát le kell zárni, és Németország nagy hatótávolságú Taurus rakétákat sem küld Ukrajnába. Valójában senki sem akar katonákat küldeni ukrán földre, és most erről folyik a vita, ezért ezen a ponton le kell állítanunk. A másik dolog a nagy hatótávolság. Rakéták. Nos, mi mindannyian mindig is azt hangsúlyozzuk, hogy a nagy hatótávolságú rakéták nem döntik el a háborút, hangsúlyozta a német védelmi miniszter. Emmanuel Macron kijelentésére az Egyesült Államok elnöke az évértékelőjében reagált. Joe Biden azt mondta, katonákat nem, de fegyvereket továbbra is küldenek Kijevnek. Ukrajna megállíthatja Putyint, ha mellette állunk, és megadjuk a fegyvereket, hogy megvédje magát. Ez minden, amit Ukrajna kér, nem amerikai katonákat kérnek, fogalmazott Joe Biden. És nemrég az orosz hírszerzés vezetője is üzent, egy interjúban arról beszélt, a csapatok küldése nem csak felelőtlen, hanem veszélyes lépés is lenne. Ismét több európai nagyvárosban is palesztin párti tüntetéseket tartottak. Londonban 30 ezres tömeg vonult az utcákon. Az amerikai nagykövetség elé gyülekező emberek szerint a háború palesztin áldozataiért részben az Egyesült Államokat terheli a felelősség, amiért Joe Biden kormánya nem gyakorol kellő nyomást az izraeli vezetőkre. Utcára vonultak Párizsban és Rómában is, ahol a demonstrálók azonnali tűzszüneti megállapodást és a független palesztin állam létrejöttét követelték. Megvan az első 5 döntős a Dal című műsorban, a zsűri 4, a közönség pedig egy dalt juttatott tovább a fináléba. Az első elődöntőben László Evelin Legényes című dala kapta a legtöbb pontszámot. A versenyzők ezúttal átdolgozva adták elő produkcióikat. A műsor jövő héten a második elődöntővel folytatódik, ahonnan újabb 5 produkció jut a március 23-i döntőbe. A tét minden eddiginél nagyobb, a győztes dal előadója lemezkészítési lehetőséget kap a berlini Hansa Studiosban. Percek alatt tüzes hangulatot varázsolt a dal színpadára László Evelin. A Legényes című számát népzeneiből rockzenei stílusba kellett átdolgoznia, és úgy tűnik sikerült. Maximális pontszámot kapott az előadására, tovább jutott a döntőbe. Elképesztően büszke vagyok saját magamra is, és a mögöttem álló zenekarra is, mert komfortzónán kívüli volt, amit most hoznom kellett részemről, úgyhogy úgy gondolom, hogy mindent megtettem azért, hogy robbanhasson a műsor. A 30-as évek Amerikájába repítette vissza a nézőket a Junkies királyi többes című dalával. A zenekar egy punk rock muzsikát vitt át swing műfajba. Akkora sikert aratott, hogy ők is tovább jutottak. És a döntőben láthatjuk újra a Sugar Loaf együttest is. A zenekar lírai dallamokkal tért vissza a színpadra. A NASZ indulóval teljesen elbűvölték a zsűritagokat, akik szinte maximális pontszámmal jutalmazták a produkciót. Hegedű Brács olyan szinten hozza helyzetbe a főéneket, és te meg úgy élsz vele, hogy ez az egész műsorban példanélküli. Teljesen magával ragadta a műsorvezetőket Kocsis Tibor egy életen át című produkciója, amely rockabilly stílusban tarolt. A fiatal tehetség nem tagadja, hogy nagy kihívásnak élte meg ezt a feladatot. Valami nem magától értetődő feladatot kaptam, valami teljesen újat, ami miatt az egész dalt újra kell értelmeznem. Ő is a legjobbak között végzett az elődöntőben. Radics Jácintnak a rock műfajában kellett bizonyítani az elődöntőben. Akkora sikert aratott, hogy a közönség óriási tapsviharban tört ki, a Miért félnék álmodni című dal hallatán. És a nézőket is megbabonázta, hiszen ők juttatták a fináléba. A
talpam alatt. A dal elődöntőseinek nem volt könnyű dolga, egyebek mellett a ballada, a blues, a folk, a jazz, a népzene és a punk műfajában kellett jeleskedniük, és mindenki hozta a formáját, a zsűri szerint soha nem volt még ennyire szoros a verseny. Jobbnál jobb produkciók vonultak át a színpadon, és mi csak néztünk, álljottunk és kávoltunk. Az a baj, hogy nem juthat be csak öt ember, vagy hát öt produkció ebből az egészből, és ezért fáj az az öt, akit itt hagytunk, és már nem jöhet velünk tovább. Ennyi az egészben a negatív, a pozitív pedig, hogy ott csodálatos produkció jön velünk tovább. A tehetségkutató a második elődöntővel folytatódik jövő szombaton, ahol ugyancsak az öt legjobb produkció jut majd tovább a döntőbe. Követnélek, ha üres minden szó. A show műsor tétje minden eddiginél nagyobb. A győztes dal előadója lemezkészítési lehetőséget nyer a berlini Hansa stúdióba. Korábban olyan világsztárok rögzítették itt albumaikat, mint a YouTube, az R.E.M. vagy a Depeche Mode. A március 23-ai finálét a Duna csatorna élőben közvetíti majd. Áradások pusztítanak több országban is. Indonéziában csaknem 20-an meghaltak a heves esőzések miatt kialakult áradásokban és földcsuszamlásokban. Több mint 70 ezer embert evakuáltak. Bolíviában legkevesebb egy ember életét vesztette a fővárost elöntő villámáradások miatt. A dél-amerikai országban november óta már több mint 40-en vesztették életüket az áradásokban. Ugyancsak áradások nehezítették a közlekedést Dubajban is, a szokatlanul nagy esőzés a légiforgalomban is zavart okozott. Szakértők szerint a klímaváltozás felelős a világszerte tapasztalt, egyre szélsőségesebbé váló időjárás jelenségekért. És ez volt a Híradó 8 órától, amely újra megnézhető a híradó.hu weboldalon. Maradjanak velünk, mert kezdődik a Nemzeti Sporthíradó Könnyei Bencével.